Na tehát akkor nézzük, ugye Andy Burtonnak már van egy mérkőzése, méghozzá Detta Hedman ellen tudott győzni az első körben. Kicsit gimnasztikázik, 3-1 arányban nyert Hedman ellen, miután kiemelt Stephen Bunting értelemszerűen neki az első mérkőzése ebben az esztendőben. Tavaly egyébként egészen a legjobb 16-ig menetelt. A legjobb 32 között például Johnny Claytont győzte le 4-0-ra Bunting, aztán összejött Van Gervennel a 16 között, és kikapott ugyancsak 4-0-ra. Hát ugye Bunting is az a kategória egyébként, aki folyamatosan várják a rajongói, meg hát azért akik kedvelik, szeretik a dartsot, egy szimpatikus fiatalemberről van szó, és folyamatosan várják ők is azt, a, hogy visszatornázza magát az élmezőnybe, de kb. Annak ellenére, hogy mondjuk ő még nem volt egyébként úgy PDC világbajnok, mint kétszeres világbajnokként Adrian Lewis, de valahogy várja mindenki, hogy összekapja magát, és valami kimagasló eredményt most már újra letegyen az asztalra. Egy picit beleszürkült a mezőnybe szerintem, amióta letudta az első egy-két viszonylag magas színvonalú évét. Azért persze a top 32-ben benne van továbbra is, és azért ez nyilván egy nagyon fontos dolog, de azért nem tartják már őt nagyon-nagyon az esélyesek között nyilván, és azért ez biztos ezen szeretne változtatni. És hát ne felejtsük el, hogy világbajnokról van szó, csak éppen BDO világbajnokról. Igen. 2014-ben, és utána kezdett el a PTC tornákon versenyeken részt venni, és 2015-ben a első világbajnokságán, PTC világbajnokságán egészen a negyed döntőig jutott, és Barneveltől kapott ki ott 5-4-re, de legyőzte Michael Smith-et, James Wade-et, Marjanovicsot, tehát igen, komoly skalpokat szerzett. Igen, és azért mondom, hogy itt próbált, tehát mindenki azt várta, hogy oké, negyed döntő, első VB, majd itt azért még jön a folytatás majd, és aztán egy picit ezek a dolgok elmaradtak. A Premier League-ben sem úgy szerepelt, ahogy szeretett volna, meg ahogy várták tőle, úgyhogy azért ő ilyen, remélem nem egy ilyen örök ígéret lesz. Hát ha annyi évesen is fog játszani még, mint Paul Lim, akkor bőven van még ideje. Igen. 31 év. Na, akkor most kezdődik, és most élesedik a küzdelem az első legben. Nem jön a tripla. Bolton pedig tripla 20-20, dupla 20. De úgy is jó, hogy 20 tripla 20, dupla 20. Igen. Mert hogy elsőre a triplát nem tudta megdobni. Másodikra pont sem. Pont amennyivel arrébb állt. Az nem jött nagyon semmi neki, még Rasbray is egy kicsit pillanatra elbizonytalanodott, hogy most mit is dobott valójában. Na Bunting. Tízes. Hiba. Elbukhatja a saját leget. De nem dobja be Bolton. Bolton. Nagyon közel most már. És be is dobja. Az első leg Buntingé. Megvan a jelzőnyíl, akkor már nem nehéz bedobni, ugye? A leváltásra megint tripla hetes. Mind a kettő egy picivel alatta van, és a picivel abból mellett 25-ös.
mármint nem az összdobás. 140-es. Egy szép kanyar volt Boltontól. Igen, jött egy nézői kérdés, hogy van-e nyereményjáték, mert természetesen van, minden nap van. A mai kérdésünk is, mint eddig mindegyik megtalálható a PDC Hungarian Fan Club Facebook oldalán. Meg lehet találni, de egyébként a kérdés az, melyik évben nyerte meg a UK Open-t Nathan Espinal, és a szokásos címre kell küldeni. 45. Ezután a mérkőzés után, itt a délutáni etapban még egy meccs lesz, méghozzá Szujovic-Edgar összecsapás. 44. Hát ez csak egy 44-es köre Buntingnak. És most belehúz Bolton. 180! Első. 58. Na, dupla hatra. Nincs nem meg. Találja el Bolton. De most még nem kell félnie, hogy Bunting kiszáll. Százassal lefelezi a pontjait. Most száll ki Bolton. 1-1 mindenki nyerte a sajátját eddig. Hát ez... Na, tudott korrigálni végül a harmadik nyilával. 81 lett így. Ő is szektorhibával kezd. Ő is tud korrigálni. Ő nem. Tripla legalábbis nem jön. Na itt azért most már jött a 140-es Buntingnál. Elég is finoman csordogál a mérkőzés nagy dobásoktól viszonylag mentesen. Egyetlen 182-es, igen. De 140-es sem túl sok, most, most minimum lesz. Egy 127. Hát két triplás volt. Bunting nagyon sokszor egyesen nyitja a köreit, és utána korrigál. Most nem, most még az sem. Jól látja. Az, igen. Az egy kemény kettes. 19. És még egy jó 17-es is mellé, 20 fölé nem sikerült. Három nyílból nem sikerült annyit dobni, mint egy szektor most volt annak. De ő is ötösbe, hát. Nincsenek a helyzet magaslatán a fiúk eddig. Na, Bunting. Nem tudom, nagy a feszkó mind a kettőknek. El kellene már egy tripla, jön is. Bunting nagyon oldalról dob egyébként, nagyon kiáll a dobólét széléhez teljesen. 99. És hát a műközönség se éppenséggel a bíztatással foglalkozik. Hát most nem. És a dupla 20 Buntingnál nincs meg a kiszálló. Bedobja a triplát. És a bulls is bedobja. Ha már Bolton, akkor Bulldog. Bulton. Igazi Bultonná vált. És eloroszta Bunting legjét. Igen.
Az előző mérkőzéssel kapcsolatban még kérdezte itt Ferenczi Donát, hogy ez a logó Rázma pólóján mi akar lenni, olyan, mint Batman egy pillangó jelmezben, és tényleg így nézett ki. Itt néztük Lajos, és meg menet közben is feltűnt természetesen, de hát egyszerűen megfejthetetlen volt, hogy mi az. Hát egy ember figurának kinéző, valami olyan, mintha egy ilyen, hát nem, még denevér szájnak sem mondom, olyan, mint egy nagy pókhálót tárna szét. 180! Nem tudom, valami fantázia világból szedte biztos. Amúgy is ugye fura figura. A Rázmát az névre találtunk, ugye angol nyelvben megfejtés. Nem túl pozitív. Igen. Életvitelre utaló. A Dáridó, az pozitívan hangzik, nem az éjszakai Dáridó. Volt neki. Volt durvább fordítás. Igen. 135. Lehet, hogy valami lett mitológiai figura, nem tudom. Hopp. Bedobja a 11 nyilast. Hát hip-hop Bunting elveszítette kiemelt létére az első szettet. Andy Bolton vezetésével vonulnak le a színpadról. Na, kiderült időközben, hogy mi volt Rázma hátán. Hát egy moly ember. A szemtanúk beszámolói szerint, akik állítják, hogy létezik a moly ember, közel 2 méter magas, hatalmas szárnyakkal rendelkezik, szemei vörösen izzanak. És rágcsalja a bundákat. És rajta van Rázma mezén hátán. Erről íres a moly ember. Igen. Itt van, tessék. Aha. Hát most, oké, ezt eddig is láttam egyébként, hogy milyen figura van rajta, de hogy moly ember lenne. Most már én megnéztem gyorsan itt a Google-ba, beütöttem, és a Wikipédián nagyon nem mélyedtem bele, mert elég érdekes története igen. van. 140! Bolton-tól. Semmilyen megújulást nem látunk eddig Steve Bunting-tól. 74-es átlagon van. Egészen döbbenetesen rosszul játszik. 45 most. Ha mondanám, kap némi lehetőséget, de hát nagyon fönt van. Hihetetlen, hogy állandóan egyesen kezd. Most jó a leváltás legalább. És milyen jó lett volna, hogyha az egyes helyett legalább egy sima 20-as dob. Itt viszont jön kettő is, és a dupla 13. Bedobja! 149-es. Gyönyörű. De ma már láttunk Gary Andersontól egy 161-es kiszállót, ez a második legmagasabb kiszálló. Meg is től láttunk 170-est is, igaz nem ma, de az a legmagasabb eddig. Azt viszont már nem fogja túlszárnyalni senki, úgyhogy meg is megnyugodhat. Maximum beáll mellé, egy fénykép erejéig. Hát vagy most erőre kap Bunting, vagy 180, de hát jön a 180. Most már Bolton is megnyugodott azért annyira, hogy nem biztos, hogy elég lesz, de Buntingnak nagyon extrát kell dobnia most már. Megint jön az egyes, ez szinte elkerülhetetlen. Volt egy olyan home tour sorozat, hogy jól emlékszem, a saját csoportjában tök utolsó lett Bunting, úgyhogy azért nem tudom, hogy mennyit gyakorol ő otthon, de ezek alapján, amit a VB... Leszerelték otthon a tábláját. Szemébe ment valami.
Ja. Na még ez valami is. Valami belement a szemébe. Egy nyilat eldobott már, az van a 20-asba. 52. And he require 128. Ami a tripla, így már nincs kiszálló. Jött, és hát az, most ugyanazt, amit Bolton megcsinált extrába kiszállóban, azt kellene végrehajtani Buntingnak is. Ott a tripla, az jó, még egy kéne belőle. Az bedobja, is jó! És a 40! Megcsinálja! Ez igen! Micsoda kiszálló párbaj! Ez már a régi Buntingot idézi. Hú, ez rettenetesen kellett neki. 140 Boltontól. Bács, ezt komolyan nem hiszem el. Szerződést kötött az egyessel, hogy mindig dob egyet oda? Előfordult, hogy handóval gyakoroltak egész karantén alatt. 140. Na most viszont szerződés szeget, mert nem dobott egyest. Megint nem jól áll a szénája Buntingnak. Százas. 102-es átlagom van Bolton. Bunting meg 78-ason. Itt most nincs kiszálló, de tripla még jó lett volna, de így már csak kerekíteni tud, 41 marad. Jól számoltam. Százas. De hát nincs kiszállón. Most ez most megoldhatja Bolton. Két nyíl. Még van. És még mindig van három. Minimum három. Szórja, most dobott 300-at egymás után Bunting, de nagyon nagy előnye volt Boltonnak. Ja, azt hiszem, hogy Russ Gray-nek úgy kell kapkodni a fejét, hogy ha nem látja rendesen, hogy hol van a nyíl, hogy akár elmetne ökölvívónak, és gyönyörűen el tudna hajolni reflexzerűen egy-egy 180! Buntingnak az első. Hát tudod, folyamatosan el kell hajolgatni a kipattam a nyilak elől is, hogy nehogy eltalálja. 140. Mert aztán még a végén be tudjuk mondani, hogy volt már ilyen. Hop, hop, hop. 99. Itt egy utolsó szalmaszálba tényleg úgy megkapaszkodhat ebbe a legbe. Bunting. Most jó a helyzet. Hát könnyen lehet, hogy kénytelen lesz Bolton a saját kezdésében bízni, és úgy hozni a második szettet. Ó, de szép a bull, és a dupla 16. Nincs meg. Nem sikerül megoldani a kiszállót. Na, most már azért meg kellene dobni. Na, lehet, hogy elrontja. Nem, az utolsó nyilat azért bele piszkálta. 2-2 döntőleg, viszont Bolton kezd. Egyre közelebb és egyre közelebb dobta a dupla 16-ra nyilait. 60.
Nem olyan jó. Most már láttam, valaki kirakott olyan kaját is, ami nálunk lesz. 140. Jó kis csülök. Oha, ez most nagy hiba Boltontól. 2-2-nél egy ilyet hibázni kezdésből nem túl kifizetődő. Főleg így, hogy Bunting most megtalálta a triplát. 180! Na most bajba került Bolton. Úgy nézett ki, hogy az övé lesz a második szett is, de most hirtelen egyre rosszabb helyzetbe kerül. És nem jön tripla, szektort hibázott, lent jött egy, és most lemehet 100 alá Bunting. Le is megy. Iszonyatosan föl, óriási differencia van úgy kettejük között, hogy Bolton kezdett. 100-as, és nézzük, Bunting tud-e egyenlíteni? Nem kell rámennie. Ez a sima 10. 32-t hagy magának. És még maximum terhet teheti rá Buntingra Bolton. Százas, és akkor dupla 16-ra Bunting. Úgy szépen lépésről lépésre megdobta az előbb, most első nyírra. Egyenlít ezzel Bunting, és egy-eggyel vonulnak el. Azért, ahogy olvasgatom itt a hozzászólásokat, elég sok nézőnk kedvence Bunting. Igen, egész különleges arckifejezése van. Ez egyébként pont azt dobta el magától, amiért baromi sokan megszerették, ugye a bevonuló zenéjét, azt idén már nem használja, ezt a Surfing Birds, ugye a klasszikus sorozatból Peter Griffin figurája, ugye, ami egy az egybe hasonlít rá, de a Family Guy-ról van szó egyébként, hogyha valaki esetleg nem tudná, abból a sorozatból volt neki ugye egy ilyen kis dal, és ez nagyon sokan nagyon megszerették. 96. Egyre finomabb és finomabb kajákat osztanak meg a nézőink. Azért már teljesen ki vagyok rá, sem merek nézni az oldalra. 140-es. Egyébként számolgattuk pont Lacival itt a szünetbe, hogy azért most idén egészen jól teljesítenek a kiemeltek. Ugye még azért van 6 kiemelt, aki tovább juthat Buntinggal együtt. 180! Igazából még nagyon sok kiemelt nem esett ki itt a világbajnokságon. Tavaly nem ez volt a helyzet. Nem, bizony. Ugye Rob Cross és Jamie Hughes, ráadásul ők egy ágról estek ki, tehát ott Van Duivenbode és Adam Hunt játszik majd egymás ellen kiemelés nélkül, és Danny Begg is Adrian Lewis-t búcsúztatta. És hát még alul van egy Kim Huybrechts, Ryan Searle összecsapás, ahol nincs kiemelt. Hiszen Ian White és Jeffrey Detzán búcsúzott, de a többi kiemelt azért még szépen teljesített, úgyhogy most lehet, hogy nem lesz akkora csillagullás, mint volt mondjuk tavaly. Szegény Rasbrainek olyanokat dobott, hogy a 129-re a Bull kezdés nem egy megszokott figura, de gyakran dobálja a Bullokat egyébként, ez egy nagyon bevált szokás a Buntingnak. Igen, hogyha matekozik az ember, ugye ott a 25 is jó, meg az 50, mert 104 maradt, hogyha 25-öt dob, és azért ment rá. Hát ez egy nagyon szép sima, zöggenőmentes leg volt Buntingnak. Ez parádés 13 nyilas volt. Egyébként Bunting átlaga fölkúszott már 89 pontra, úgyhogy azért szépen teljesít most már. Kiszállóban is azért 13-ból 5 most már javulgat, 38% fölött. Boltonnak 96 az átlaga, és 50%-on kiszállózik.
nem akarom elkiabálni, bár szinte biztos, hogy beköszön, hogy most, mintha elfelejtette volna az egyes szektort is Bunting. Jó ideje nem dobott egyest, nem hiányzik persze. Megijedtem, hogy most dob majd. Egy tripla hetes. One and one. 101. One 140. Nagyon együtt. Hát azért a kezdésből származó előnye Boltonnak megvan. De nagyon magasan hagyta magát. Most jöhet Bunting egy esetleges nagy körrel, akár 180-a 24 is lehet, így már nem. De 104-re lemegy, egy kicsit kedvezőbb, mint a 160. Nem lesz már így meg ez a nagyon magas kiszálló. 100-ra megy le, nem elégedett ezzel. Bunting a 104-re. Nem jön a 48, hogy 36 maradjon. 100-ra Bolton. Tripla 5, de még jó, 57, megvan, és a dupla 14. És a 11-es dobja. Itt az esély a breakre. Megvan a 16, dupla 20, alatt a dupla 10, bedobja a Bunting. Ezek 2-0-ra vezet a harmadik szetben, és ő kezd. Nem csoda, hogy Bolton morog. Egyébként érdekes, hogy úgy emlékeztük, hogy a tavalyi év volt a kiemeltek számára rémálom, de hát a 19 az még durvább volt. Amióta 96-os mezőny van, tehát 96 fős mezőny van, ez ugye harmadik éve van így. 2019-ben mindössze 19 kiemelt jutott be a 32-ből, míg tavaly 24, tehát 8-an estek ki tavaly, viszont előtte 13-on. Az aztán tényleg egy igazi nagy csillaghullás volt. De most azért egy kiemelkedően jó éve lehet a kiemelteknek, hogyha itt a hátralévő meccseken hozzák a papírformákat. Maradnak most az extra körök. Ötös. Na, azt jól csinálta viszont. Ez ilyen rázmás volt, hogy amikor levált, akkor jön a két tripla 19. És most is, csak ezt most Bolton csinálja, neki is jön a két tripla 19. A 109-re megy le. Ez már is egy jó opció Buntingnak. Hopp, 45 csak. Főleg így, hogy elég magasan marad Bolton. A tripla megvan. Megvan, nagyon szép. A 12-es is, és a dupla 20. Bedobja a 109-et. Amilyen rosszul kezdte, igen, Bunting az egész meccset, úgy javult. Kiszállózása is teljesen rendben van, nagyon kiegyensúlyozottá vált. 16-ból 7-nél tart 43%-on. 89-es körátlag, az nyilván nem kimagaslott, de tegyük hozzá, hogy borzasztóan kezdte az első szettet. 140. E tekintetben egy kicsit
hasonló helyzet a Ricky Evans-Mickey Mansell mérkőzéshez, mert ott is ugye Ricky Evans nagyon-nagyon gyengén kezdett, el is bukta, 77-es átlag körül dobott az első szedben. Tehát az első szedet elbukta, utána folyamatosan javult, egyre jobb lett, és aztán meg is verte. Ó, de szép, 177, parádés Bunting. Egészen más szinten játszik, mint ahogy játszott a meccs elején. 100. Úgy látszik, hogy egyébként ők nagy spanok, Ricky Evans és Bunting, mindig együtt lógnak a versenyeken, úgyhogy lehet, hogy metódusban is a bemelegítés sokáig tart nekik, mire rápörögnek a meccsre. Ott a tripla. Ó, Boltonnak majdnem sikerült, de 8-ra azért leteszi magát. 50-re Bunting. 10-es, megvan, és a dupla 20, dupla 10, nem dobja be. And you require 8. De ez még mindig break lag egyébként, Boltonnak viszont kötelező, és a az egyesre. Egy. No. Dupla 20-at dob az utolsó nyillal. Stevie, you require 10. Nem dobja be. Nem sikerül Buntingnak sem. Na kezdi a dolgot előről Bolton. Megint a kettes. Megint az egyes. És most bedobja. Hatodik nyilla. Először úgy csinált, mint hogyha nagyon, de nagyon akarok örülni ennek a legnek, aztán rájött, hogy azért ez a dupla egy, ez nem egy nagy cucc. Nem egy 160-as kiszálló mondjuk. 180! Parádés kezdés viszont. Hetedik a meccsen, lehet, hogy itt a nyolcadik. 180! A legszebb képernyő, amit csak el lehet képzelni. Itt is, ott is hármas ikrek. Hoppá, itt most nem jön. Lent talál egy triplát. De nem folytatja Bolton sem. Ugyanaz a... három tripla, aztán egy tripla, egy tripla. Ott van négy. Na most kezd jól állni Bolton. Kellene valami extra. Igen. Nincs. Nem jön. Ott a tripla viszont, még lerakhatja magát. 60-ra leteszi Bunting. Boltontól kell a 85. Húha, rosszat mondott be. Nem mindegy, hogy mit mond be a speaker. Oha, ez így nem kiszálló. 53. Stephen, you require 60. Ezt kellene megcsinálni a Buntingnak, ez egy kellemes helyzet. Megvan a 20-as, dupla 20-ra 2. Nincs meg, ezt is elrontja. Most a kiszállózással vannak megint gondok. Visszajön a dupla probléma. Igen, úgy dobta meg, mint korábban Bunting, és hogy szépen lassan haladt a dupla felé, 16-os szektorban. Nagyon-nagyon érik a döntőszet, jól kezd, ugyanis Bolton. Újra kezd felülkerekedni Bolton játéka. Itt lehet látni, milyen rosszul kezdte a meccset Bunting. Ugyanaz, mint Ricky Evans. Neki 77, neki 76-os átlaga van első szedben. Csak hát azért jobban
megnyomta a végét Ricky Evans. Bunting azért nem éri el a 100-as átlagot egyik legben sem. Itt most a negyedikben a 100 körül mozog. És itt pedig a kiszállózás, hát majdnem egyformán. 165! Az igen, 140-re megy le Bolton. Nagyot kell dobni a Buntingnak, mondjuk egy 180-at. 140! Az se rossz. No score. De sokat, 140, Jézus, hogy nem látszódott rendesen. Mekkora hiba Boltontól. És közben 164, és nem dobja be a bicárba. És mennyire rosszul dobta, pedig a Bult azt szereti dobni. Igen. Azt a mindenit Bolton mit hibázott az előbb. Dupla 10, és megoldja! Nem! Mekkora lett volna, pedig, hogy besokal 140-ről, és utána meg kidobja a 140-et. Megvan az egyes, dupla 16. Hát, borzalmas a kiszállózása most. Ebben a szetben a nyolcadik nyilát dobja el, azt hiszem, kiszállóra, és nem tud egyszerűen. Megadobja a dupla 5-öt. 4-4. Vagy 2-2. 4-4 szett után 2-2. És 3-0-val nyerte ez Bolton. Hát... Némi előny, hogy Bunting kezdi ezt a döntőszettet. Igen. 9-ből 0 volt a szetten belül Buntingnak a kiszállózása. És Bolton... 180! Okay. Bolton el tudta vinni egy 12-ből 3-as, 25%-os kiszállózásra ezt a szettet. 140, tehát 180 ellenére sem nyugodhat meg Bunting. Levált, és átmegy a hetesbe. Majd egy egyes, az már rég volt. Ott meg egy ötös. Hát ez érdekes. 180-as és 140-es, és utána pedig két nagyon gyenge kör, mind Buntingtól, mind Boltontól. Tessék, most megdobta simán a Bult. A tripla az utolsóval berakja közé, nem. Szépen körbe dobta. Igen. Csücsültek a dróton. Buntingnak se jön a tripla. Ez... Egyszer az egyik szemébe, egyszer a másikba megy bele valami. Nem jön a tripla, 20 viszont. Valami nagyon irritálja a szemét, vagy nem tudom, hogy csak állandóan azzal van gond. Tripla, viszont le kéne kerekítenie, mert Bolton ott áll 160-on. Sikerül 50-re lerakni magát. Ez gyengécske. Na, már jó lenne Buntingnak azért duplát is megdobni. Ott a 18-as, dupla 16, megvan. Ez is megoldja. Igen, egy nagy levegőt azért vett. Ugye döntő szetről beszélünk, nincsen elméletileg alaphelyzetben, amikor normál körülmények között ment a világbajnokság, akkor ezeken a mérkőzéseken itt a második körben már volt tiebreak, idén ezt megszüntették. Így aztán minden egyes legnek ilyenkor már kulcsfontossága van egy döntő szetben, hiszen elég egy leggel, tehát 3-2-vel el lehet vinni a szettet. Ezt ugye korábban nem lehetett.
most akkor hozták ezt a szabályt, amikor még úgy volt, hogy közönség előtt fognak játszani. Egyébként azóta bejelentette már a PDC, hogy biztosan közönség nélkül megy végig a világbajnokság, tehát nem jön vissza egyáltalán néző január 3-ig az Ellipelliben. Sajnos nagyon rossz a helyzet ott, főleg Londonban, úgyhogy nem kockáztatnak. Meg hát nem is tehetik, maradjunk ebben, mert nincs is választása nagyon a PDC-nek ezzel kapcsolatban, hiszen azért felsőbb erők döntik el, hogy lehet-e vagy nem. És nagyon lemaradt Bunting, és próbál kapaszkodni egy 99-el, de persze elég egyébként a saját legjeit hozni, de hát az rizikós, mert Bolton folyamatosan ott van a nyakán, és itt a két tripla gyönyörűen, és 32-re leteszi magát. 12 nyíl után Andy Bolton. 140-es. Pakol egy 145-öt, hogy hátha elrontja kiszállót, de nem teszi meg ezt a szívességet 13 nyílassal Andy Bolton. A közönség, ez első versenynapon volt. Igen, azok a szerencsés. A szerencsés ezrek, mondhatjuk így, illetve hát 1000. És aztán utána sajnáltuk, hogy nincs közönség, és most már úgy vagyunk vele, hogy az sem baj, hogy nincs közönség, de legalább menjen végül a világbajnokság. Igen, néhány nap alatt ennyit változott, és ennyit romlott a helyzet. De bevallom őszintén, én amikor lezárták az Nagy-Britanniából érkező repülők elől a reptereket Európában, én nagyon tartottam, hogy ez befolyással lesz a világbajnokság folytatására. Igen, de szerencsére mindenki időben oda tudott érkezni a verseny helyszínére, úgyhogy ilyen probléma szerencsére nem volt. Távozni nem tudnak, ez a nagyobbik probléma egyébként a brit állampolgárokon kívüliek. Nem is nagyon tudják elhagyni az országot. Ez mentálisan borzalmas. Itt jön a karácsony, és hát nem mindenkinek van itt a családja, úgy gondolom. Igen, sőt, nem senkinek szinte. Na, közben 2.18-ig megy le a harmadik legben Bunting, és Boltontól jöhetett volna egy komolyabb kör, akkor utolérhette volna Buntingot, de most így jó esélye van Stephen Buntingnak, hogy letegye magát kiszállóra, bizony ott a tripla, alatta, és kivált a 18-asba, 120-ra teszi magát. Hasznos, mert egy szektort kell használni. A kiszállóra Shanghai, tripla, sima és dupla utána. Itt is ki kell váltani a 18-as. Mit csinál Bolton? Jézusom! Hát miért veszi el magától az esélyt? Ezt ő már ő is tudja, hogy probléma, amit csinált. Mondjuk lehet, hogy nem is lett volna esélye. Nem bizony. Bunting, és aztán végül is mindegy is, hogy mit dobott, de azért a későbbiekre nézve ez veszélyes játék. Na most azért nagy nyomás van Boltonon, de nem nagyon zavartatja magát. 180! Szép lenne egy döntőszett döntő. Ez nagyon az lesz, ez nagyon olyannak tűnik így. És nagyon bedühödött Bolton a saját hibáján, jól felhergelte magát. 41. Bunting meg kimosolyogja magát. Ott a negyedik nyíl is. A folytatás. Az ötödiket fölé dobja. 144 és gyönyörűen. 6-ból 5 tripla. Nagyon magabiztosan hozhatja a saját legjét Bolton, és utána egy break leg. Igen, és hogyha ez benne marad, ez a játék, akkor komoly meglepetést okozhat Bunting számára. Hát föl kell építenie gyorsan magát Buntingnak, hogy a kezdést azt... Mert most nagyon-nagyon-nagyon benne van. De jól játszik voltam most! 137. 11 nyilas lehet. Igen. Hát ezt tudja már Bunting is, hogy itt a kezdésre kell koncentrálnia. 12 megvan, 11. nyillal. 4 körös lesz belőle? Nem. Mellé dobja Bolton a kiszállókat. Közelít Bunting. Szépen építkezik, igen, most már.
próbálja oda tenni magát, aztán ki tudja, mi lesz. És most van meg 2-2, és tényleg jön a mindent eldöntőleg, amelyet Bunting kezd. Egy leg dönt arról, hogy kimegy a harmadik körbe. Bunting kezd tripla 20-szal, meg még egy tripla 20, levált! 170, micsoda kezdés! Kezdésre mindenképpen szenzációs, ennél csak egy nagyobb kezdés lehetett volna. Bolton 100-al válaszol, az még nem rossz, de nyilván kellett volna 2. Attól függ, hogy folytatja a Bunting, ez alá megy. Picivel, az benne a triplába, 100-as. Ha nem dob extrát egy 180-as Bolton, akkor jó ez a 100-as is. De lehet, ott hogy dob! Ott van Boltontól a triplák! 180! Dobott! Beéri ezzel Buntingot! Új, de jó kis döntőleg! De ott dobja a triplauszat, Bunting! Újra! Még egyet! 140, és lemegy ezzel 100 alá! Nézzük Boltont! Kell neki is a 2, egy már van. 140 ez is, és most dől el. Most dől el. Miért nem így játszottak végig? Tripla megvolt, a meccs nyíl. Bedobja! Atya úristen, micsoda meccs volt ez a végén. Utolsó leg volt ez. Elképesztő, hát így tudnak ők játszani. Hát, manapság nem nézik túl jó szemmel a hatóságok ezt a távolságtartás megszűnését, de... Hú, ez óriási de volt! Nem csodálkozom rajta, micsoda meccs volt, és micsoda záróleg. Nem adott esélyt Bunting, egy 11 nyilassal zárja le a meccset, és mikor dobja meg a legjobb legjét Stephen Bunting, hanem a döntő legben. Úgyhogy mehet is sörözni, meg ünnepelni ezt a győzelmét Bunting. Bolton pedig bánatában ihat Buntinggal egyet. Tehát három kiemelt, három továbbjutó, és hát majd kiderül, hogy a negyedik kiemelt is tovább megyen, mert jön a Mensur Sujovic Edgar mérkőzés.